A Merkantil Bankliga 23. fordulójában a Szeged 2011 Grosics Akadémia otthonában Gyulán Vendég szerepel csapatunk. Mérkőzés 5. percében Somogyi kirúgott labdáját tette balról a középen érkező Belicki elé Bobát, de a védők ügyel bajjal fel tudtak szabadítani. Egy perccel később Kistől kapott a bal szélre fejes labdát, aki átvétel után adott középre, szintén Belicki elé, azonban itt Szabó menteni tudott. A 15. percben fejes ugrott ki Bobált, aki kapura tört, de ígéretes helyzetben lerántotta őt Márkovics, így Olá Gábor játékvezető 11-es tétért, a Vétkes pedig sárga lapot kapott. A labda mögé ezúttal Madarász állt, aki Szántainak esélyt sem adva a bal alsó sarokba rúgta a labdát a jobbra elvetődő szegedi kapus mellett. 0-1. Ezek után a szegediek próbáltak mindent megtenni az egyenlítésért. A 19. percben Szabó kapott labdát a jobb szélen, majd Cselek után lőtt, de ezt Lázár kifejelte. Kicsivel később pedig Germán indítása után kapura tőle Hegedűst szerelte balon. A 29. percben aztán már Madarász fejelte vissza a labdát Bobálnak, aki rendkívül önzetlenül a jobb összekötő helyen felfutó Gyurján elé tálalt, aki szép cselekkel vételét becsapva hatalmas gólt költ a jobb felső sarokba. 2. De a két gólos előny birtokában sem dőlt hátra a csapat. Ez bizonyítja, hogy 3 perc múlva Bobá jobb alsóba tartó fejesét kellett kitolni a Kulságinak. Majd a 42. percben Madarász szögletét követően balok fejes alkott el a védőkben. Remek volt az első félidő hajrája, egy perccel később már a másik kapu forgott veszélyben, de Hegedűs a kapu fölé lőtt. Ezt követően pedig a félidő legvégén Bobá szerzett a szegedi térfélen labdát, majd a kimozduló Szántai mellett eltolta azt, de itt már túl kisodródott. A második játékrész elején Mészáros jobb oldali szabadrúgását tolt a bravúrra a Somogyi kapu fölé. A 70. percben pedig kis bal oldali szabadrúgásánál már Szántainak kellett bravúrt bemutatnia. Majd ismét Mészáros a labda mögött, a szabadrúgás után pedig Bobel fejelte ki a játékszert a rövid kapufánál. A 79. percben Polarecki jobboldali beadása után Germán fejelt a felső léc alá, ezzel sikerült szépítenie a Szegednek egy rendkívül izgalmas hajrát előkészítve 1-2. A 81. percben jobboldali bedobás után kifejelt labdára csapott le Szabó, de a lövése nem okozott problémát Somogyinak. A mérkőzés végén Madarász iramodott meg a jobb szélen, majd beadására Tóth érkezett, aki centinkkel fejelt a kapu mellé. A 4 perces hosszabbítás elején ismét Tóth volt a főszereplő, egy rosszul hazaadott labdára csapott le, majd a kifutó Szántai mellett higgadtan a bal alsó sarokba gurított, ezzel eldöntve a 3 pont sorsát. A 94. percben még magas földi előtt adódott egy lehetőség, de szabadrúgását Szántai bravúrral védte, kipattanott pedig Kispár nem igazán találta el jól, így maradt a végeredmény, Szeged Gyirmót 1-3.